Vezetőknek, pénzügyi szakembereknek és könyvelőknek szervezett fórumot a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A résztvevők között voltak, akik még csak tervezik, hogy belépnek a duális képzési rendszerbe. Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megrendezi könyvelőkkel a duális képzésért rendezvénysorozatát a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával. Erre a rendezvényre azon cégek ügyvezetői, pénzügyi vezetői, illetve könyvelőirodák jelentkeztek, akik leendő képzőink, tehát most azon gondolkodnak, hogy belépjenek a szakképzés rendszerébe, vagy már régóta képzőink, régóta foglalkoznak tanulóképzéssel. Négy témakörben juthattak hasznos információkhoz. Az első témakör maga a képzőhelyé válás folyamata, amely ugye nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával kezdődik, és egy helyszíni szemlével záródik, amikor is a duális képzési tanácsadó két szakértő segítségével megállapítja, hogy a cég alkalmas-e a képzésre. Emellett szó esett arról is, hogy milyen kötelezettségeik vannak, és milyen jogok illetik meg a duális partnert és a képzésben résztvevőket. Harmadik témaként foglalkoznunk kellett még a kifutó szakképzési rendszerrel, hiszen vannak még olyan tanulók a rendszerben, akik 2020. május 31-e előtt létesítettek tanulói jogviszonyt, és tanulószerződéssel foglalkoztak, ugye nem szakképzési munkaszerződéssel, mert az már az új rendszerben van. És a negyedik téma, amelyet szerintem mindenki a legjobban várt, a szakképzés finanszírozásával foglalkozott. Ehhez évről évre felkérjük a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési igazgató helyettesét, Bőrgei Zsolt urat. Minden évben elfogadja a meghívásunkat, és ő segít eligazodni a finanszírozás rejtelmeiben. Nagy érdeklődés volt idén a rendezvény iránt. Az előző évekhez képest sokkal többen jelentkeztek. Most 65 fő regisztrációját vettük, és részt is vettek rajta. Az előadásokat követően pedig lehetőség volt a kérdések feltevésére, és a kérdések jó részt a finanszírozással kapcsolatosak voltak. Még folyamatban van egy úgynevezett képzőhelyek felülvizsgálati folyamata. Ebben azt vizsgáltuk meg, hogy az eddig a rendszerünkben lévő cégek továbbra is szeretnének-e a képzésben bennmaradni. Nagyon sokan töröltették magukat a rendszerből, viszont azt mondhatom, hogy ugyanennyi új belépő van. Jelenleg a legnagyobb vonzerőt a saját dolgozók képzése adja, és ez motiválja a cégeket abban, hogy duális képzőhelyé váljanak. Nagyon sok cég ezzel a lehetőséggel él.